Árvízvédelem. Több mint 13 milliárd forintból mintegy 22 kilométernyi töltést fejlesztenek, zsilipeket építenek át és korszerű fenntartó gépeket szereznek be az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság közös projektjében. Bölcsődék és óvodák újulnak meg a megyében. A nyírteleki kastélykert óvoda és bölcsőde közel 270 millió forintból újul meg, de korszerűsítéseket végeznek Tiszadadán és Gábavencsellőn is. Kormányablak. Közel 1500 ügyet lehet intézni, illetve utastájékoztató monitor is üzemel majd a nyíregyházi vasútállomáson nyílt kormányablakban. Több mint 13 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból valósul meg az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság közös árvízvédelmi projektje. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az árvízvédelmi beruházásban mintegy 22 kilométernyi töltés fejlesztése, zsilipek átépítése és korszerű fenntartógépek beszerzése szerepel. A projekt nyitó rendezvényét Nagyaron tartották. A Felső-Tisza-Tivadar híd feletti szakaszán 2015. decemberében indultak el az árvízvédelmi munkálatok. Többek között a védvonalak terhelésének csökkentése. Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt fő célja az árvízvédelmi biztonság növelése a meglévő töltések fejlesztésével, magasításával és erősítésével. A projekt nyitó rendezvényét Nagyarban tartották. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, az árvízi kockázat csökkentése a Felső-Tiszavidékén élő emberek és javaik védelmét is szolgálja. A Felső-Tiszavidék az ország legveszélyeztetebb szakasza, hiszen itt kedvezőtlen helyzetekben, ez azt jelenti, hogy hirtelen felmelegedés, ami gyors hóolvadást is jelenthet a Kárpátokban, valamint még a fagyos föld nem tudja beengedni a vizet, a kettő együtt az igen komoly problémákat okozhat. Sajnos volt rá több esetben is példa, amikor árvíz veszély, vagy esetlegesen árvíz alakult ki. A tervezett fejlesztés 6 település, Milota, Tiszacsécse, Tiszabecs, Tiszakóród, Uszka és Magosliget közigazgatási területén valósul meg. Védőhatása azonban a Tisza és a Túr közti teljes területet érinti. Láng István szerint a beruházás nem csak a térségnek, az egész országnak fontos. 10 éve végeztünk egy felmérést, és gyakorlatilag ebből a felmérésből az jött ki, hogy ez az egyik legveszélyeztetettebb szakasz Magyarországon, aminek az átépítése most megkezdődik, hiszen az elmúlt 10 év alatt ebben a térségben jelentősen nőttek az árvízszintek közel 2 méterrel, tehát itt a mentett oldalon lévő lakosság elég nagy veszélyben van. A fejlesztés hosszú távú pozitív hatásai közé sorolható az árvízi védekezés erőforrás igényének és ezáltal költségeinek mérséklése is. Ezt már Bodnár Gáspár, a Feti Víz igazgatója mondta el televíziónknak. Nagyon kevés idő áll rendelkezésre a védekezésre való felkészülésre. Éppen az a célja a projektnek, hogy ezek a védművek legyenek készen, amikor a nagy árvizek érkeznek, ne akkor kelljen több ezer, több tízezer embernek áldatlan körülmények között homokzsákokból megépíteni a töltésmagasítást, a töltésmegtámasztást, hanem ezek a létesítmények már legyenek a helyükön. Összesen több mint 22 kilométernyi Tiszabecs és Magosliget, illetve Tiszabecs és Tiszakóród közötti szakaszt érint az a töltésfejlesztés, melynek munkálatain előreláthatólag több mint 100 szakember dolgozik majd. A projekt befejezési határidő az 2019. június. Mi szeretnénk határidőre ezt a projektet befejezni. A töltésfejlesztés egyébként azt a munkát akarja, hogy a töltéseket megmagasítjuk, körülbelül 1 és 1 méter 50 centi közötti magasítás lesz a töltéseken, és a töltések azok nagyobb keresztszelvénnyel fognak újjáépülni, tehát szélesebbek lesznek, erősebbek lesznek. Az árvízvédelmi beruházásban a töltésfejlesztésen kívül 4 zsilip átépítése, a Tisza 4 partvédelmi művének rekonstrukciója, 2 gátőrház, illetve védelmi központ korszerűsítése, fenntartógépek beszerzése és vízrajzi állomások korszerűsítése is szerepel. Közel 270 millió forintból újul meg a nyírteleki kastélykert, óvoda és bölcsőde. Emellett a családok éve keretében további bölcsődéket és óvodákat is korszerűsítenek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Többek között fejlesztések kezdődnek majd Tiszadadán és Gábavencsellőn is.
Régóta nagy igény mutatkozik arra, hogy bölcsődék és óvodák újuljanak meg Nyugat-Szabolcsban is. Ezt Finnei Győző hangsúlyozta Nyírtelken tartott sajtótájékoztatóján. A térség országgyűlési képviselője elmondta, a terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően számos beruházást indítottak, melyek a nevelési intézmények korszerűsítését célozzák. Azt szeretnénk, hogyha minden gyermek, a megszületendő gyerek 3 éves kor fölött óvodába járna, ugye erről kötelező törvényt is hoztunk a parlamentbe, a kötelező óvodáztatásról, és úgy tudom, hogy a gyerekek 96%-a, a 3 éves kor fölötti gyerekek 96%-a óvodába jár, amivel az Európai Unióban az élvonalban vagyunk, szinte elsők vagyunk. Nyírtelken 270 millió forintból újul meg a Kastélykert óvoda és bölcsőde. A beruházás 110 gyermeket érint. És van egy nagy építkezés is, hiszen az óvoda kibővül, számos kiszolgáló helység, a gyerekeknek egy sportszoba vagy tornaszoba alakul ki, orvosi szoba, tehát olyan kiszolgáló plusz helységek, amelyek a gyerekeknek a mindennapjait még jobb minőségűvé teszik, illetve az óvodában töltött időszakhoz még pozitívan tudnak hozzájárulni. A kertbe is új játékokat szereznek majd be, tehát mondhatjuk ezt, hogy ez a jelenleg is szép és jól működő óvoda még szebb lesz, még modernebb lesz, valóban 21. századi lesz. Nyírtelek mellett jelenleg másik 4 településen is zajlanak a felújítások, Tiszadada, Szabolcs, Gávavencsellő és Balsó óvodáját is korszerűsítik. Megnyílt a 3. nyíregyházi kormányablak. A Magyar Államvasutakkal közösen kiépített projekt célja, hogy az integrált ügyintézést még közelebb hozzák az emberekhez. Az új kormányablakban közel 1500 ügyet lehet intézni, illetve utastájékoztató monitor is üzemel majd, amely a digitalizálódó város fejlesztés részét képezi. Újabb lépéséhez érkezett az évek óta tartó szisztematikus fejlesztés a kormányablakok tekintetében. A megyénkben már 20 ablak működik, Nyíregyházán most a 3. nyílt. Ennek célja, hogy minél közelebb hozza a hivatalokat az emberekhez, akik így rengeteg időt és pénzt spórolhatnak meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a tavalyi éven több mint 800 ezer ügyet intéztek a megyében élő állampolgárok, ebből 250 ezernél is többet Nyíregyházán. Tehát azt lehet elmondani, hogy leterheltség szempontjából Nyíregyháza az egyik leginkább leterheltebb a megyében, ezért ez az új kormányablak, amit megnyílott, azért is nagyon fontos, mert ezt a terheltséget is tudja csökkenteni. Én bízom benne, hogy nem csak nyíregyháziak, hanem a környéken élők is, akik a vonaton közlekednek, hamar fel fogják fedezni ezt a helyet. A MÁV-val közösen újonnan kialakított projektben a helyszínt a vasút adja, de az ott dolgozókat, vagyis a szakmai hátteret a nyíregyházi járási hivatal biztosítja. 2012-ben kezdődött a projekt, még a közlekedési operatív program keretében. Akkor az előkészítési munkákat végeztük el, tanulmányok, tervek készültek, majd a tervek jóvágyása után került sor a kivitelezésre. A kivitelezésben már elég szép állapot van, elkészült Pécs állomás, Kaposvár, elkészült Vác állomás, elkészült Füzesabony, nyugatiban is átadtuk egy nagyon szép műemléki jellegű kormányablakot, a nyugati pályaudvar volt Ceglidi várójában, keleti pályaudvar. Holnap után következik Cegléd állomás, majd pedig Miskolc, illetve azt követően zárjuk Győrrel, Békés Csabával a sort. A projektsorozat nem csak országos szinten folytatódik. A tervek szerint hamarosan mobil kormányablakok is a lakosság rendelkezésére állnak majd. 117 mentor tevékenykedik jelenleg a megye 88 településén a digitális jólétprogramban. Számukra első alkalommal rendeztek szakmai találkozót Nyíregyházán. A fórumon a mentorok tájékoztatást kaphattak az idősek számára indult alapfokú informatikai képzésről is. Az ország különböző pontjain indult képzésekhez Nyíregyháza is csatlakozott. Napjainkban a digitalizáció, a gazdasági verseny, a nemzeti fejlődés és a szociális jólét egyik legfőbb hajtóereje. Ma Magyarországon a digitális gazdaság a teljes nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékének 20%-át adja, és a foglalkoztatottak csaknem 15%-ának biztosít munkát. Ezzel hazánk a digitális nemzetgazdaság tekintetében az Európai Unió élvonalába tartozik. Az eredmények további javítása érdekében a kormány 2012-ben elindította a digitális jólét programot. Ennek célja a tudatos, értékteremtő internet használat támogatása, a magyar gazdaság digitális átalakítása, ezáltal pedig a magyar társadalom és a magyar nemzetgazdaság digitális fejlesztése. A feladatokat a Digitális Jólét Koordinációs Központ hangolja össze.
Alapvetően a digitális volt koordinációs központ fő feladata a lakosságnak, az állampolgároknak a digitális kompetencia fejlesztése, az úgynevezett digitális írásodás növelése, hiszen azért még több millió állampolgár van, aki nem használ internetet, nem használja digitális eszközöket, és ezen nagyon sokat tud segíteni az a digitális olit program hálózat, aminek itt a megyei szintjén meglevő DEP mentorokat, vagyis digitális olit program mentorokat láthatjuk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 117 mentor vesz részt a programban, ők most első alkalommal találkoztak Nyíregyházán. A mentorok feladata sokrétű, a tanácsadáson túl számos területet ölel fel. Elsősorban a betérő állampolgároknak nyújtanak különböző elektronikus ügyekben segítséget. Ilyen az egyszerű e-mail készítés, szöveges üzenet elkészítése, szöveges fájlok elkészítése, ügyfélkapus regisztráció, vagy a különböző pályázatoknak a segítése, mint a hűtőgép csereprogram, mosógép csereprogram, Erzsébet pályázatoknak a segítése, de ha az unokákkal való kapcsolattartás a cél, a Skype, a Messenger, a különböző közösségi oldalaknak a használatában nyújtanak a mentorok segítséget. A Digitális Jólét Koordinációs Központ szervezésében idén 100.065 év feletti személy szerezhet számítógép és internet használattal kapcsolatos alapismereteket, vagy mélyítheti el tudását 12x2 órás időkeretben. Az 1,2 milliárd forintos kormányzati forrásból finanszírozott képzéseken december 31-ig vehetnek részt az ország különböző pontjain élő idősek, többek között Nyíregyházán is. Ez Nyíregyházának nagyon fontos, ugye van egy idősügyi tanácsunk, ahol ezt tárgyaltuk, már volt több oktatás is idős emberek számára. Nyilvánvalóan a 20 ezer nyugdíjas nem fogta még fel, de ugye a magyar kormány is, a város azonban, hogy minél szélesebb réteggel ismertesse meg ezt a szép új világot. A digitalizációnak nem csupán előnyei lehetnek, hanem veszélyei is. Erre Baracsi Endre hívta fel a figyelmet a találkozón. A megyei közgyűlés alelnöke szerint kiemelten fontos, hogy a mentorok a biztonságos internet használatra is felkészítsék a hozzájuk fordulókat. A biztonságos internet használatra mindenkinek fel kell hívni a figyelmét, és azt hiszem, hogy ehhez a mentorokat is folyamatosan képezni kell, hogy ők is napra készek legyenek a tudásukkal, és felkészülten tudjanak reagálni azokra a veszélyekre, amelyek mind a fiatalokat, mind pedig az idősebb korosztályt elérhetik azért, mondom még egyszer, a felgyorsult világnak köszönhetően. Tehát amellett, hogy az előnyeit természetesen ki kell használni, és meg kell ismerni, és ez egy nagyon jó dolog, azért jó, hogyha a veszélyeire is oda tudunk figyelni. A nyíregyházi találkozón a mentorok mellett a digitális jólétpontok fenntartói is részt vettek. A megyében 88 településen működik egyelőre digitális jólétpont, elsősorban a helyi könyvtárakban. A számuk azonban tovább nőhet, hiszen a különböző intézményeknek továbbra is lehetősége van bekapcsolódni a programba. A tervek szerint az év végére készül el az új városháza Dombrát központjában. A beruházás több mint 220 millió forintba kerül, amelyből 200 millió forintot a belügyminisztérium támogatásként bocsájtott a település rendelkezésére. A jelenlegi városháza épületében jövőre a rendőrség költözik át. A Dombrádi Hivatal épülete a háborút követően az 1848-as polgári forradalom és szabadságharc 100. évfordulója alkalmából épült, ekkor azonban még tanácsházaként működött. Falai között alakult meg 1956. október 28-án a községi munkástanács, amely a forradalom ideje alatt a rendről és a fegyelemről gondoskodott. Ez az épület volt a szálláshely. A település vezetése úgy gondolta, elérkezett az idő, hogy Dombrád központjában felépüljön egy új, modern, impozáns épület. Nagyon hálásak vagyunk a belügyminisztériumnak és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, aki biztosította nekünk a 200 milliós forrást az új városháza megépítéséhez. Több mint 100 éves épület az, ahol a városháza most működik, és ebből már év végére egy új épületet, a város központjába egy szép impozáns épületet megépítünk, és jövőre pedig a mostani épületbe a rendőrség fog átköltözni. Az ünnepélyes alapkőletételen Dombrád polgármester asszonya a nagy magyar építész Ibn Miklós szavait idézte, miszerint egy épületet valójában kétszer kell megépíteni. Mint mondta, a gondos mérnöki munkálatokat ugyanis megelőzi a szándék és az akarat munkája, vagyis a lelki építkezés. Kozmáné Kassa Veronika úgy fogalmazott, az új hivatali épületben is a lakosság igényeinek kiszolgálása kell, hogy a legfontosabb legyen. Hozzátette, ez a fejlesztés egy újabb lépés az élhető város elérésének útján.
Ádám Krisztián magas drót egyensúlyozó művésznek ítélte oda a szakmai zsűri 2018-ban a Porond ifjú csillagadíjat. A 24 éves művész március 16-án vehette át a díjat Nyíregyházán Szabó Tünde sportért felelős államtitkártól. 1991 óta minden év március 15-én egy fiatal artista művész veheti át a Porond ifjú csillaga cirkuszművészeti díjat. Ezt mindig olyan artistának ítélik oda, aki a cirkuszművészet szempontjából nemzetközileg is elismerésre méltó, kivételes teljesítményt nyújt és kimagasló szakmai tudással rendelkezik. A cirkusz egyenlő a művészet, a kultúra és a sportnak az ötvözetével, és mindig nagy öröm, hogyha valamilyen díjat tudunk átadni. A mai napon nagyon-nagyon szép díjat adhatunk, hiszen az ifjú tehetségnek, Ádám Krisztiánnak tudtuk átadni azt a díjat, ami 1991 óta minden évben sikerül a legnagyobb tehetségeknek ugye biztosítani, ezáltal Ádám Krisztián nyert el a Porond ifjú csillaga díjat. Úgyhogy nagyon gratuláltam neki a Porondon, és tényleg kívánom azt, hogy minden célja teljesüljön. A 24 éves fiatal művész az Ádám Cirkusz dinasztia tagja. A híres Circus America produkciójával bejárták a világot. Felléptek Hollandiában, Franciaországban, Németországban, Bulgáriában és Romániában is. Krisztián lendületes műsorszámaiban biztosító kötél nélkül megy végig a magasban kifeszített dróton, vagy épp ügető lóháton zsonglőrködik. Én a cirkuszban régóta dolgozom, a cirkuszban nőttem föl, ugye az Ádám dinasztiához tartozok, ez több mint egy 200 éves dinasztia. Hát nagyon örültem, mikor megtudtam, hogy én kapom az idén ezt a díjat, nagyon jól esett a megtiszteltetés. Az eddigi díjazottak között olyan kiváló tehetségek szerepelnek, mint Birics Ákos, aki számos nemzetközi cirkuszfesztivál díjazottja, vagy Dietmar Lajdó, aki jelenleg is a világhírű Cirque du Soleil társulatát erősíti. 15 Tokaj hegyaljai termelő mutatkozott be a hosszú hétvégén táján megrendezett kézműves gasztroworkshopon. Ez része annak a folyamatnak, amely biztosíthatja a térség kiemelt turisztikai környezetté nyilvánítását. A következő 5 évben a fejlődés érdekében közel 40 milliárd forint befektetés érkezhet ide új szállodák és éttermek építésére. Első alkalommal rendezték meg táján azt a 3 napos kézműves gasztroworkshop fesztivált, ahol 15 tokaj hegyaljai termelő mutatkozott be. A felvonultató vásár mellett interaktív workshopokon, előadásokon, oktatáson és tematikus kóstolókon vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény helyszíne a tájai Majlott kastély és Oroszlános borhotel volt. Tokaj hegyalja a minőségi gasztrotermékeit előállító termelőket igyekeztünk megkeresni, sajtosokat, pálinkásokat, a tájai kisebb borászcsaládok is képviseltetik magukat, illetve ezen kívül vannak még sütemények, csokoládé, a szerencsi csokoládé, úgyhogy a gasztrotermékek széles repertoárját igyekeztünk felvonultatni. Tája a 18-19. Században Tokaj vonzás körzetének kiemelt területének számított, elsősorban bortermelése miatt. Ott volt a gazdagság, ahol a bor. Ez később hanyatlásnak indult, azonban az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően újra egyre nagyobb népszerűség mutatkozik a település és térsége iránt. Ezen fejlesztések egyik mérföldköve volt a március 15-e és 17-e között megrendezett gasztroworkshop, amelyen több száz vendég vett részt. Ez is azt mutatja, hogy a fejlesztéseket folytatni kell. Tokaj hegyaljára az elkövetkezendő 5-6-7 évben 30-40 milliárd forintnyi összeg befektetés érkezik, ami éppen a kiemelt turisztikai körzetté való nyilvánításnak köszönhető. És új szállodák, új éttermek, új turisztikai attrakciók fognak épülni. A kérdés az, lesz-e elég program, lesz-e tartalom, amivel megtöltjük, amivel ide édesgetjük a vendégeket, hiszen a turizmusban egy óriási harc van, akárcsak itt a térségben is. És hát ezért fontos, hogy párhuzamosan kezdjük el úgymond megtölteni ezeket a rendezvényeket olyan programokkal, amire ide jönnek, nem csak a távoli Magyarországról, hanem esetleg külföldről is. A turizmus fellendítéséhez az infrastruktúra fejlesztése is szükséges. Ezért Hörcsik Rihárd, tája országgyűlési képviselője javaslatot nyújt be a kormányhoz az Abaúj-Zemplén út rekonstrukciójára. Ez több mint 10 milliárd forintos fejlesztést jelentene a térségnek.
Fucsovics Márton 5 helyet javítva pályafutása legjobbjaként a 60. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyet továbbra is a svájci Roger Federer vezet. A 26 éves magyar játékos a múlt héten az elődöntőben búcsúzott az Egyesült Államokbeli Irvingben rendezett 150 000 dollár özdíjazású tornán, és ez a szereplés elég volt ahhoz, hogy előrelépjen. Eddigi legjobbja a 62. hely volt, ezt február elejétől néhány hétig birtokolta. A Magyar Szövetség Facebook oldala alapján Magyarországnak legutóbb 33 évvel ezelőtt volt top 60-as férfi játékosa. 1985. júliusában Taróci Balázs az 57. helyen állt. Hatalmas meglepetés született a női röplabda magyar kupa döntőben. Az Érden rendezett finálét a Fátum Nyíregyháza nyerte meg a jóval esélyesebbnek tartott Békés Csaba ellen. A szabolcsiak az első játszma elvesztését követően a második és a harmadik játszmában győzedelmeskedtek, a negyedik játszmában viszont a Békés Csaba egyenlített. Az ötödik döntő játszmában a Fátum jutott vezetéshez, amit maga biztosan megtartott, és ezzel megnyerte a mérkőzést. Így 11 év után lett újra kupa győztes a Nyíregyháza, amely hetedszer nyerte el a serleget. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Több mint 13 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból valósul meg az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság közös árvízvédelmi projektje. A beruházásban mintegy 22 kilométernyi töltés fejlesztése, zsűripek átépítése és korszerű, fenntartó gépek beszerzése szerepel. A projekt nyitó rendezvényét Nagyaron tartották. Közel 270 millió forintból újul meg a nyírteleki kastélykert, óvoda és bölcsőde. Emellett a családok éve keretében további bölcsődéket és óvodákat is korszerűsítenek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Többek között fejlesztések kezdődnek majd Tiszadadán és Gávavencsellőn is. Megnyílt a harmadik nyíregyházi kormányablak. A Magyar Államvasutakkal közösen kiépített projekt célja, hogy az integrált ügyintézést még közelebb hozzák az emberekhez. Az új kormányablakban közel 1500 ügyet lehet intézni, illetve utastájékoztató monitor is üzemel majd, amely a digitalizálódó város fejlesztés részét képezi. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták március 19-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb havazással. Folytatódik a téliesen hideg idő. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Havazás, hószálingózás többfelé valószínű. Az északkeleti, majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. Reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég. Havazás, hószálingózás valószínű. Az északi a szél helyenként megélénkül. Délutánra 1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg és meleg fronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. Szerdán még sok lesz a felhő, de a hétvégéig csapadék már nem valószínű. Csütörtöktől általában több órára kisüt a nap. Eleinte folytatódik az évszakhoz képest hideg idő, majd a hétvégétől néhány fokkal melegszik a levegő.